sziasztok! Üdvözöllek a Móka Podcast karácsonyi különkiadásán. Ez a műsor egy kicsit más lesz a megszokottnál. A barátom meghívott egy karácsonyi partira minket, és ide szeretnélek titeket elinvitálni. Gyertek velünk, nézzük meg az autókollekcióját, be fog mutatni az autókollekciónak egy részét, valamint hogy zajlik egy ilyen karácsonyi parti itt Amerikában. Két nagyon különleges zongorista fog egymással csatázni, és kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek ez. Nekem nagyon tetszett, meg majd látjátok, a közönségnek is nagyon tetszett. A végére ott lett minden. Tartsatok velünk, gyertek, és nézzük, milyen is egy ilyen parti. Meg akartam itt mutatni a városrészt, ahol volt ez a kis parti. Óriási házak vannak. Itt fordulunk be a driveway-ra. Valley parking volt, szóval kiszálltunk, elvitték az autót, és amikor vége volt a partinak, akkor hozták. Itt hátra menjünk a garázshoz, ahol az F40-es lakik, valamint ez a vadúj szerzemény, az 1999-es Lamborghini Diablo VT. Ez a PlayStation 1-ből, ha emlékeztek, a Need for Speed volt az egyik leggyorsabb autó. Persze, ez egy kis Ferrari, itt 3,5 millió dollárt él most. Ez itt hátul egy sátor, egy fűtött sátor, ahol egy bár van, ott szolgálták ki az alkoholt. Nagyon-nagyon finom ételek voltak, amit látjátok, lobster, a shrimp, a mindenféle tengeri herkentyők, utána később jöttek a steakek, ott vágták neked a steaket, és közben mindig hozták folyamatosan az új kajákat. Persze, itt van a másik garázs, tele van a GT3-asokkal, GT3 RS3-as, ez a kedvencem, a 991-es, persze jött a kis Ferrari, és itt van alatta a 992-es GT3 RS, mint a kis Lambo. Ez már egy kicsit gyorsabb, nem kicsit gyorsabb, ez például egy nagyon brutál autó, az is 600 lóerő körül van. Itt lent a gyerekeknél egy DJ volt, szórakoztak, meg valami 6 darab baby sintér. Hátul, balra nem látszódott, ott volt egy karikatúrista, aki a gyerekekről, meg bárkről másról is rajzolt emberek karikatúrákat. Itt pedig ez a két zongorista egymással csatázott, és ahogy halljátok, óriási hangot csináltak. Hallgassatok, a hölgyének lik az emberek. Mindenféle számot játszottak. Rappet is. És úgy csináltak a beatet, hogy mind a ketten zongoráztak, egyszer az egyik énekelt, másra a másik, és amelyik a másik, aki éppen nem énekelt, az beatbasszolt, az fölvette egy samplerre, és onnan ment a dob, de hallod, Aerosmith, minden. Spanyol zene, volt country, és a végén már ugye az emberek elkezdtek táncolgatni is. Mit látjátok? Nem tudom, látjátok mekkora a fenyőfa. Szóval maga a tér az 24 feet magas. Akkor a fenyőfa lehet olyan 18. Lehet látni, ott is volt ilyen sushi station, ott sushit lehetett venni, vagy enni. És ilyenkor, amikor a lányok már megőrülnek. Do
is going to make a wish, right? Szóval úgy volt, hogy aki számot kért, betett mondjuk amennyit licitáltál, 20 dollárt még betettél, és kértél egy számot, ha 21 dollárt tettél be, akkor vagy a másik számot meg tudod állítani, vagy azután jött a tiéd, és az összes pénz, és utána 22 dollár, 25, 100, majd látod, dobnak be mindent, és az összes pénz egy fundraiserre ment, a Make-A-Wish Foundationnek, Janet választotta, meg a Pete, és előbb lehetett hallani, pont azt mondták, hogy amennyit bedobtak oda, a házigazdák megduplázzák. Thank you.
Szeretnék kívánni. Találkozunk vasárnap egy újabb beszélgetéssel. Aki még eddig nem tette meg, itt tud feliratkozni a csatornánkra. Itt pedig rákattintva találtok egy-két jó kis műsort. Vasárnap találkozunk.